Sziasztok! Hoztam nektek a csillagjegy szerinti jóslatokat október hónapra. Nézzük, hogy a kosokkal mi a helyzet, milyen energiák jönnek, mire lehet számítani, milyen változások lesznek. Olyan dolgokra terülhet fény, amit nem is terveztél el. Úgy látom, hogy teljesen támogatva vagy pozitív energiákkal hónap elején. Útban van feléd a szerencse, hiszen úgy látom, hogy a gyermekekkel, családdal kapcsolatban nincs probléma. Esetleg olyan emberektől jöhet egy kis bosszúság, akik egy kicsit távol állnak tőle, tehát nem család, hanem munkatárs vagy bárki. Kisebb veszekedés, vita, de úgy látom, hogy nem veszed fel magadra, hiszen ott vagy lelki egyensúlyban, és ott van a szeretet nálad. Tehát olyan dolgok jönnek, amire nem számít, azt nem kell, úgy látom, hogy nem kell konfliktust felvenned, de le is zárod egyébként, a félelmeidet lezárod, úgyhogy a családban lehetnek változások egyébként, tehát hó végére döntések, változások, amit elgondoltál vágyaid szerint, úgy látom, hogy akár ugye házzal kapcsolatos dolog, építkezés, vagy bármilyen ingatlannal kapcsolatos dolog, egy kis felújítás, festés, bármi, az egy kicsit korlátozódik, ezen nem kell stresszelni magad, mert úgyis megvalósul, csak egy kicsit később, úgyhogy ezt el kell engedni. Tehát amit elterveztél, vágyaid megvalósulnak, csak lehet egy kicsit tolódnak. Így van. Nézzük meg, hogy a pozitív megerősítés kártyám mit üzen neked. Húzok egyet. Pozitív gondolataim által jólét költözik az életembe. Nézzük, hogy a bikáknak mit hoz ez a hónap, októberben milyen energiák jönnek, mire lehet számítani. Úgy látom, hogy szerelemben lesznek változások, amennyiben csalódtál, vagy nem úgy alakultak a dolgaid, úgy érzed, hogy esetleg átvertek, nem azt kapod, amit te adsz, vagy amit szeretnél. Ez most szépen lezárul, tehát elengedések vannak, úgy látom. Ez törvényszerű, hiszen ha most megtörténik az elengedés, akkor kitisztul minden, túl fogsz lépni rajta, de ha kételkedsz még, akkor az a negatív gondolat nem jó, hiszen előbb-utóbb ugye fizikai síkon, akár betegségek formájában is megnyilvánulhat. Tehát érdemes most ezt a radikális változást, vagy amit nem úgy szerettél volna elengedni, mondom, akár párkapcsolat, vagy olyan kétes dolog, ami nem igazán pozitív számodra, de embereket is jelenthet, hiszen vannak olyan emberek, akik nem olyanok, amit te feltételeztél róluk. Tehát homályban van, titkolóznak, valamit nem úgy mondanak el, de családban nincs probléma. Családban, gyermekeknél, tehát ott vannak az értékek. Építkezést is látok, ami esetleg húzódott, lehet az is most lezárul, vágyait szerint. Így van. Tehát el kell engedni a dolgokat, túl kell lépni, nem szabad ragaszkodni semmihez, ami számodra negatív, akár emberek, akár bármihez köthető egyébként. Így van. Negatív hitrendszerek, félelmek, bármi. Na nézzük, mi a pozitív megerősítés neked októberre. Kettő jött, úgyhogy ki is vesszük mind a kettőt. Mindent megkaphatok, amit csak akarok, az univerzum szeretete végtelen. Eldöntöttem, milyen életet szeretnék magamnak, nemet mondok minden másra. Na nézzük, hogy az ikreknek milyen hónapjuk lesz, milyen energiák jönnek, októberben mi várható. Párkapcsolati téren lesz választék, az biztos, rengeteg hódoló, a homályból előlépnek férfiak, amennyiben nő vagy, de fordítva is így igaz, és ott van egy megbízható, őszinte társ, akit még valószínűleg nem ismersz, vagy nem beszéltél, nem találkoztál még vele, úgy látom.
Így van, tehát párkapcsolatban nem látok problémát. Lezárhatsz mindent egyébként, költözéstől kezdve, ingatlannal kapcsolatos ügyek szépen lezáródnak, ami így terhelt energia volt. Ott vannak a vágyak megvalósulása. Tehát most valami hónap végén az biztos, hogy elindul, ami számodra pozitív, de pénzben is egyébként, pénzenergiában is, ami gátolva volt, reményeid szerint az is megindul. A hastáikra kell vigyázni egyébként a hölgyeknél. Na nézzük, hogy mi a pozitív megerősítés a kártyámból neked. Minden helyzetből kihozom a legjobbat, hiszen támogatva vagyok. Na nézzük, hogy a rák típusú embereknek mi az üzenet októberre, milyen energiák jönnek, milyen változások lesznek. Lezárások lesznek, úgy látom, elengedések, lezárások. Tehát ilyen új fordulat, szerelemben nagyon jó lapok, új kezdet, lelki megújulás, hónap végére az elengedésnek meg lesz egyébként az eredménye, hiszen olyan emberek, akik téged nem építenek, vagy egy kicsit olyan kétesek számodra, ki is mennek az életedből, de jön helyettük más, hiszen ott van a harmonikus párkapcsolat, egy lelki kapcsolat, ami szinte most kezdődik, vagy új alapokra helyeződik, vagy elindul. Így van, gyermekek tekintetében is harmónia van a családban, úgy látom. Tehát új energiák vannak, maximálisan támogatva van minden, nem kell vitatkozni szülőkkel sem, tehát ott a megnyugvás és új energiák hónap végére. Eldöntötted, és már hónap elején elengeded a blokkokat, a negatív gondolatokat, úgyhogy kitisztul minden. Na nézzük, hogy mi a pozitív üzenet neked. A megerősítés. Egyre jobban érzem magam a bőrömben. Na nézzük, hogy az oroszlánoknak mi az üzenet ebben a hónapban, októberben. Milyen energiák jönnek, mire lehet számítani. Meg kell valósítani a vágyaidat, mert több energiát kell befektetni a dolgokba, mert nem szabad toszogatni őket. Tehát amire vágysz, fogalmazd meg, írd le, mondd ki, tehát nem kell félni. Sokatoknál ugye párkapcsolati probléma van, vagy párkapcsolatra vágynak, nem tudnak bízni, mégis van lehetőség, tehát több vonalon jön lehetőség, olyan ember, akit nem ismersz, az is beléphet az életedbe, és ott van egy csodálatos kötődés, egy szerelem, egy tartóság, az értékek és a stabilitás. Tehát próbálj egy kicsit a gondolataidon változtatni, vagy az a blokk esetleg, ami a vágyaid megvalósításának útjába állt, vagy jobban pozitívanban kell gondolkoznod, de ez így meg is lesz, hiszen ha eldöntöd, a félelmek már elmúlnak. Párkapcsolati változások, tehát nem kell ragaszkodni a régihez, úgy látom, hogy el lehet engedni, és így van. Tehát a sok hamisság után ott van egy lelki kapcsolat, amire vágysz. Költözés, sokatoknál ugye külföldi költözés, így van. Gyermekeknél, ami teljesen jó választás, nem kell félni. Ott van a helyváltoztatás, költözés külföldre, amennyiben aktuális nálad, de mindenképpen a szerelemmel kapcsolatban, tehát nem egyedül fogsz. Na nézzük, mi a pozitív megerősítés számodra. Szeretet vesz körül, mert én is azt sugárzom magamból. Na nézzük, hogy a szűz típusú embereknek mi az üzenet októberre, milyen változások lesznek, milyen energiák jönnek. Úgy látom, hogy nagy társaság vesz körül, de vigyázni kell, mert vannak olyan emberek, főleg barátnők, akik szívják az energiádat, akik ki akarnak használni, vagy veszteségként éled meg ezt a dolgot. Szépen elfordulsz tőlük, nem engeded, hogy szívják az energiádat. Így van. Döntések lesznek egyébként szerelmi ügyben, a félelmek elmúlnak,
és valami kiegyenlítődik, de radikális változás hónap végére, ami szerencsével jár. Ez akár lehet párkapcsolat, vagy bármi, tehát meg kell lépni azt a dolgot, el kell engedni az embereket, le kell zárni, mert a te életedet könnyíti meg, mert úgy látom, hogy utána utadon leszel, tehát hátad mögött hagyod azt, ami téged nem épít, és egy teljesen tiszta fejjel, gondolatokkal tervezhetsz, ami nagyon hamar beindul neked. Hetekben, hónapokban mérhető, hogyha az új energiákat beengeded, bármivel kapcsolatban is legyen az. De ami téged nem épít, azok az emberek le kell építeni. Na nézzük, mi a pozitív megerősítés. Látom, ahogy valóra válik az álmom. Így van, ezt kell szem előtt tartani. Na nézzük, hogy a mérlegjegyűeknek. Mit hoz ez a hónap? Októberben milyen energiák jönnek, milyen változások lesznek? Úgy látom, hogy saját magadat helyezed előtérbe, és ez nagyon jó. Így van. Utadon vagy egyébként. Utadon vagy, kisebb összegek is jönnek hozzád, tehát úgy látom, hogy pénzben is gyarapodás. Így van, családtagokkal, testvérekkel maximálisan jó a kapcsolat, több ingatlan körüli változást is látok, gyerekeknél is lehet egyébként, vagy a családban, az is lehet, hogy albéletből költöztök valahova, több választási lehetőség, tehát ingatlannal kapcsolatban is ott vannak a dolgok, úgyhogy lesz megoldás. Na nézzük, hogy mi van még, ami változást hoz. Így van, tehát anyagi gyarapodás, anyagi tekintetben is valami elkezdődik pozitívan. Na nézzük meg, hogy mi a pozitív megerősítés. Őszintén értékelem mindazt, ami most van. Így van, hálát kell adni mindenért. Na nézzük, hogy a skorpióknak mit hoz ez a hónap. Milyen energiák jönnek, milyen változások lesznek. Anyagi tekintetben bőséget látok egyébként, meg tudod teremteni mindazt, amit szeretnél, van támogatottság, a szülőkkel való kommunikáció, úgy látom, hogy megvan, így van. Gyermekeket is látok, így van, gyermekeket is látok. Gyermekekkel is jó a kapcsolat egyébként, úgy látom, esetleg ha terveztél valami utat, vagy találkozás, az egy kicsit tolódhat, és későbbi megvalósulást eredményezhet, úgy látom, de mindenképp megvalósul, esetleg a külföldön vagy, vagy a gyerekek vannak külföldön, ott a találkozás így van, aminek meg kell történnie majd, de lehet, hogy egy kicsit tolódik, vagy vigyázni kell az úton, így van. Na nézzük, hogy milyen pozitív megerősítést kapunk a kártyámból. Mindig, minden helyzetben a legjobbra törekszem. Na nézzük, hogy a nyilasoknak mit hoz ez a hónap, milyen energiák jönnek, milyen fordulópontok lesznek. Ó, teljes pozitivitás, úgy látom. Harmonikus kommunikáció. Úgy látom, hogy vannak olyan barátnők esetleg, akik tőle kicsit eltávolodsz, akik olyan kis titokzatosak, de ez nem probléma, hiszen el lehet engedni, és el is tudod engedni lazán azokat az embereket, akik nem építenek téged. Úgy látom, hogy párkapcsolatban ott vannak a közös gondolatok, amennyiben ugye van párkapcsolatod, és az anyagi támogatosság is ott van, hiszen hogyha volt kiadás, vagy valamilyen vesztesség, az most úgy látom, hogy az égiek által megoldás jön hozzád. Tehát anyagi helyzetben stabilitás látok a jövőben, így van. Szerelemben is ott van a stabilitás, a közös gondolatok. Viszont tényleg az emberekre kell figyelni, hiszen vannak hamis barátok, barátnők, akik miatt ott lehet egy kis vita, egy kis stressz, amit tudsz kezelni egyébként, úgy látom.
Családban egyébként gyermekszületés is várható nálad, családban gyermektervezés, ha volt egy, most egy pozitív érett férfi lelket látok leszületni egyébként, tehát az is támogatott. Fogantatás, gyermekleszületés, úgyhogy indulhat a projekt. No, nézzük, hogy mi a pozitív megerősítés számodra a kártyámból. A legjobb úton haladok, és képes vagyok egyre jobbá és jobbá válni. Na nézzük, hogy a bakoknak mit hoz ez a hónap októberben. Milyen energiák jönnek, milyen fordulatok. Párkapcsolati problémát nem látok egyébként. Családban lehet költözés, nálad vagy a gyermekeknél maximálisan jó energiájú házat, illetve lakást látok, ahol jól érzik majd magukat, így van. Úgy látom, hogy a spiritualitás az nagyon ott van, úgyhogy ha nincs párod, használhatod a vonzást, hiszen eldöntötted, határozott vagy, és ott van a szerelem. Tehát bízzál benne, ideig úgy látom, megakadtak a dolgok, a vágyaidat kicsit elnyomtad, most kommunikáld ki az égiek felé, add fel, úgy látom, hogy a szerelem ott van a jövőben, így van. Teljes radikális változás egyébként, van akinek új munka, amiről még nem is tud, tehát a pénzbeli változások, lezárások és új lehetőség. Tehát nem kell beleragadni a helyzetbe, hogyha munkát keresel, vagy több pénzt szeretnél, jönnek a jó lehetőségek, amiről még nem is tudsz. Tehát most kezdődnek el ezek a dolgok, úgyhogy így van a sok veszteség után, anyagi tekintetben jönnek a jó lehetőségek, így van. Na nézzük a pozitív megerősítést, hogy mi az üzenet erre a hónapra neked. Hiszek magamban, hogy mások is higgyenek bennem. Na nézzük, hogy a vízöntőknek mit hoz ez a hónap, milyen energiák jönnek, milyen fordulatok lesznek. Úgy látom, hogy anyagi tekintetben jönnek lehetőségek, tehát hogyha változtatni szeretnél, akkor ott van a lezárás, elengedés, és esetleg más emberek által valami jobb ajánlatot is kapsz, ami számodra megfelelő. Így van, tehát a pénzben olyan, mintha gyarapodás lenne szinte, amit megérdemeltél, ott van a döntés, esetleg, hogyha olyan hivatalos ügyed van, maximálisan támogatva van, a fentiek megadják neked, bármilyen pénzbeli probléma volt, így van. Szerelemben úgy látom, hogy a vágyak megélése előtérbe kerül, sokkal jobban bízol magadba, érett személyiség vagy, jó emberek vesznek kerül, ott van a szerencse, tehát bízhatsz a szülőkben, ismerősökben, barátnőkben is. Na nézzük, hogy mi a pozitív megerősítés neked. Jól érzem magam, a rezgés szintem egyre magasabb. Na nézzük, hogy a halak típusú embereknek milyen energiák jönnek. Októberben milyen változások lesznek, lesz a sorsforduló. Úgy látom, hogy szerencsés emberek vesznek körül, tehát konfliktus nincs, esetleg a munkahelyen vagy bárhol olyan hölgyeket vagy hölgyet látok, aki egy kicsit olyan titokzatos, de féltékenység van benne, vagy egy kicsit negatív energia, semmi probléma, lezárod azokat az embereket, akik féltékenyek rád, és nincs szükség azoknak az energiájára. Tehát nem kell félni,
nem kell veszteségként felfogni, mert ott van a gyarapodás a szerelemben, anyagilag is úgy látom, hogy maximális támogatottság lesz, tehát fentről akár támogatnak is téged, így van. Sőt, plusz pénzeket is látok, vagy egyéb kisebb nyereményeket, bevételeket, ami számodra teljesen pozitív, tehát hó végére itt begyorsulnak a dolgok, így van. Azokat az embereket pedig le kell építeni, mert ha frusztrációt okoznak, vagy bizonytalanságot neked, az nem a te problémád. Úgy látom, hogy ha párt keresel, több lehetőség is lesz, így van, tehát itt van. Egy stabil kapcsolat, egy fiatalos szívkirály, illetve szívkirálynő, akivel tervezhetsz, akár összeköltözés, bármi, tehát stabil kapcsolat, így van. Nézzük, hogy mi a pozitív megerősítés a számodra. Kártyámból húzok egyet. A boldogságot választom, szeretetben élek. Így van, mindig van választásunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Csodás októbert kívánok nektek, úgy, ahogy elterveztétek.